Nós év november van, ami nem szó szerint azt jelenti, hogy akkor novemberben senki nem fog mosakodni, hanem valami egészen mást jelent, ez különösen a férfiakra vonatkozik, illetve csak a férfiakra vonatkozik. Balázs, akkor mi is pontosan ez a nós év november? Nós év novembernek az a lényege, hogy a férfiak egy hónapig a novemberi hónapot teljesen borotva mentesen töltik, aminek az a lényege, hogy felhívják a figyelmet a prostatarákra, és a No Shave Novembernek van egy másik változata is, ez a Movember, ami szintén ugyanaz a lényege, hogy a prostatarákra felhívja a figyelmet, és lényegében itt is nem borotválkoznak. A Movembernek a bajusz a lényege, a No Shave Novembernek az azt, hogy tényleg egy hónapig se szakálligazítás, semmi. Igazítani se? Tehát nem csak teljesen leborotválni, hanem igazítani se, ollóval semmit. Mert akinek van egy karakteres szakálla... Külkemény szigor van. Hát akinek van egy karakteres szakálla, és ha egy hónapig nem kontúrozza, nincs vele foglalkozva semmi, akkor ott látszik szintén azért ez a dolog, hogy tartja ezt a nósérő ember. Tehát átmegyünk az ősember fazonba gyakorlatilag, ami egyébként tök jó, tehát kedves uraim, akinek ilyen van, szuper. De mi most ezt meg fogjuk szegni, ráadásul nem is akárhogy, ugyanis nem egy egyszerű szakáligazításra vállalkozott Attila teljesen önkéntesen, ugyebár, hanem ilyen speciális technikát fogsz alkalmazni. Hát egy melegvizes törölközős borotválás lesz, egy fazonigazítás, amivel a szőrt és a bőrt lehet puhítani. Felpuhítani. Na most egy kicsit visszatérve ide az ősember stílushoz, muszáj így neveznem, mert hogyha valaki egy hónapig hagyja, az ősember stílus lesz. Olyankor, főleg itt télen, nem szokott hámlani alatta a bőr a férfiaknál, a szakánál? Természetesen hámlik minimálisan, de vannak rá olyan arceszek, amivel serkenti lehet a vérkeringést a bőrben, és nem fog viszketni a szakáll alatt a bőr. Nem fog kiszáradni. Most egy olyan technikát hallottam, nem tudom, hogy ti ezt használjátok-e, remélem, hogy nem, hogy hangyákat masszíroznak az ember fejbőrébe, gondolom akkor működik szakánál is, és a hangyáknak a kibocsátott anyaga az hidratálja a szőrszálak alatti bőrréteget. Hát ott valószínűleg a hangyasavról lehet szó. Nem akartam így kimondani. Hát az lényegében hasonló lehet, mint az alkacines, a koffeines samponok és egyéb társaik, hogy szintén a fejbőrben serkentsék a vérkeringést, és ezzel erősítsék a hajszálakat. Ez a koffeines dolog egyébként működik? Tehát ez valós vagy néphirdelem? Hát van, aki esküszik rá, van, aki nem. Egyéne válogatja. Igen. Na, hát akkor kezdjük el ezt a speciális melegvizes törölközős akciót. Attila, hogyha te is felkészültél? Nincs más választ. Annyira boldog, hogy elkezdhetjük. Jó, és akkor közben mesélj, hogy mit csinálsz. Hát először is felveszem az alsó kontúrvonalat. Ezt akár én is csinálhattam volna egyébként, de úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk elvágni a torkát, úgyhogy nem én végzem ezt a folyamatot. Mindenki jobban jár. Ennyi. Egyszer jövök be, 5 perc után tudják, hogy nekem nem szabad éles tárgyat a kezembe adni. És akkor készül egy kontúr. Azért egészen más, amikor szakemberek végzik ezt a folyamatot, mint amikor nem.
Igen, általában sajnos otthon az ember nem tudja magának teljesen a szimmetriát kialakítani. De azért nagyon sok férfi otthon magának tükörbe megigazítja. Próbálkozik, és nem sikerül. Érdemes szakemberhez fordulni. Nagyon kevés ember az, aki tényleg meg tudja magának szépen igazítani. Van olyan, aki konkrétan szinte, mint hogyha bordét csinálta volna, az itt nálik eset. Az évek meg a rutin ott azért. Te mióta foglalkozol ezzel? Hát az egészet még 2010-ben kezdtem, viszont tanulni hivatalosan 5 éve. Azóta megcsináltam az iskolát, több bordély tanfolyamot. 5 év munkáját látjuk. És Attila sem izgul. Teljesen nyugodtan ül. Ilyenkor, amikor egy kontúrt csinálsz, mennyire számít az, hogy az úriembernek milyen az arcformája? Hát eléggé, mivel hogy próbáljuk kompenzálni mondjuk az arckerekségét, vagy épp a szögletességét, vagy hogyha valakinek van egy kis... tokája, mondjuk ki, hát igen. Mindenkinek van. Azt lehet kompenzálni egy olyan dologgal, hogy egy kicsit lejjebb hagyjuk az ívet, itt egy kicsit benövesztik, és akkor eltűnik lényegében ez a... Szenzációs, és nem biszket ott magad? Most? Vagy nem, most úgy egyébként, amikor mondjuk elkezd nőni. Nem. Aki azt mondja, hogy igen, az hazudik. Hát nem mindegy az se, hogy milyen arcfejeket, mit használ az ember. Szükséges egyáltalán? Erősen ajánlom. Uraim, ápolni kell. Ha valaki szép szakállat akar, azzal foglalkozni kell. Ez kifejezetten jó, hogy nem én csinálom. Nekem most így remegne a kezem körülbelül, és így mindenfele spriccolna a vér. Ezzel szerencsére nem remeg, csak egy kontúrvágó. Nálam akkor is. Elég nehéz volna megvágni valakit, de megoldható. Igen, akartam mondani, hogy most nem fogom megmutatni, hogy hogyan kell. Kész a kontúr? Kész a kontúr. Mi borotva gélt használunk nagy részt. Én sokkal jobban szeretem, mint a borotva habot, mert ez egy szintelen gél. És hogyha nagy Isten van valami anyai szemlőcs, ami esetleg egy kicsit jobban kidomborodna, akkor ez látszik. És akkor nem sérted fel. Még egy borotva szappan, borotva hab esetében ez nem. Én ezt jobban szeretem. Ami viszont ott van más oldalt. Útban leszek meg én? Nem. És most jön a törölköző. És most jön az a bizonyos speciális melegvizes törölközés megoldás. Speciális melegvizes törölközős megoldás. Kimondom akkor is. Mennyire meleg az a törölköző? Gőzöl! Hát eléggé melegnek kell lenni, hogy fel tudja pújtani a szőrt és a pórusokat. Ez gőzöl. De ez nem kellemetlen semmi. Biztos? Tök jó. Attila azt mondta, hogy tök jó. Én hiszek neki. Ez akár egy ilyen Halloween-i jelmeznek is elfért volna, nem? Múmiának? Akár. Attila, jövőre? Nem tetszett neki az ötletem. És mennyi ideig van rajta?
Hát ez szőrzet függő, általában minimum egy 5 percig. 5 percig rajta van ez a törölköző. És mennyire kell melegnek lenni? Tehát otthon ez érdemes, vagy kell, vagy csináljuk? Otthon már, hogy nem nyugodt, én, hanem nyugodtan akinek csinálhatja szükséges az ember magának. Na, és ez a törölköző, ez egy sima egyszerű törölköző, sima, forró vízbe áztatva. Forró vízbe áztatva. Van olyan, aki még van ilyen gőzölőgép, amivel nyomatják rá a gőzt. És hogyha erősebb, vastagabb szálló a szőr az embernek, akkor olyat is szoktak még csinálni. Egyébként hány fokosnak kellene lenni? Hát itt hivatalosan nincs előírva. Minél melegebb? Fokos. Hát minél melegebb, viszont nem szabad a vendégekkel másképp. Ne égessük le az arcát? Nem egy jó ötlet. Jó van, akkor Attila ezt most megúszta, úgy tűnik, hogy mosolyog a takaró alatt. A törölköző alatt én látom, úgyhogy nem annyira forró. 5 percig rajta van, addig relax. Addig pihenés, elmélkedés. Filozofálgatás az életnek dolgaival. Igen. Ez olyan, mint nálunk, amikor uborkakarikákat teszünk a szemre. Hát ahhoz lehetne. Nem pont olyan, de majdnem. Ez akkor lett volna vicces, hogyha levesszük a törölközőt, és Attilának eltűnik az összes minden arcszőrzete. Leégettük közben a forró törölközővel. De miután levetted a törölközőt, meg se törölted? Mivel, hogy a bolatvagén rajta volt, és azért. Ami bolatvagéllel puhítottam a bőrt, azzal szoktuk borotválni is. Aha. És így nincs szükség újra gélezésre, mivel hogy a gélt beszívta a bőr, és felpuhította a szőrt is. Elkészült egyébként, hibátlan lett tényleg. Milyen időnközönként kellene szakemberhez járni? Hát ezt általában embere válogatja meg. A nagy többsége szeret ilyen másfél-két hetente azért eljönni. Hát a hosszabb szakállakkal... Jó, hát végül is az nem olyan, mint a haj, hogy hagy nőjön, aztán majd levágjuk, hanem azért itt ilyen mindenféle kis kószaszálak ott vannak, és azt azért gyakrabban kell. Igaz. Főleg egy hosszabb szakáll, azért annak kell egy 3 hetente, mert hogyha nem úgy foglalkozik vele az ember, akkor teremélyesedik. És annak kell egy formát adni, hogy az szép legyen. Tehát akkor másfél-két hetente érdemes szakemberhez fordulni a szép nagy szakállakkal is, meg a kisebbekkel is természetesen. Még egy-két tippet az otthoni szakállápoláshoz. Mi az, amit használjunk, és mi az, amit ne használjunk? Hangyákon kívül. A balzsamok például vannak nagyon jó szakállbalzsamok, amik fényesítik a szakállat, puhítják a szakállat, azt is inkább hosszabb szakállatnál szokták alkalmazni, de ugyanúgy lehet rövidnél is. Van kifejezetten ilyen szakálkefe, aminek az a lényege, hogy a szakáll balzsamba már nyomkodva szépen el lehet oszlatni egyenletesen a szakállon. Azt hittem drótból van. Nem. Hirtelen olyannak tűnt, de nem nagyon puha. És akkor egyenletesen el lehet oszlatni a szakállon, hogy se a balzsam, se az olaj nem igazán jó, hogyha bőrre kerül, zsírosítja a bőr, inkább a szakállápolás a lényege.
Hát akkor hangyákat ne használjunk, az nem annyira biztos, viszont balzsamot, olajat és szakember kezeket mindenképpen. Köszönjük szépen! Én köszönöm! Attila, egy hős voltál!